11. rész. A támadás és a leleplezés. Na sziasztok, pupákok! Itt van a Witcher Story 11. része, és hát keszek hátán, itt jól el vagyok. Konkrétan ugye az előző részben eléggé sokat beszélgettünk, és hát sok minden kiderült, és hát egy asztalnál ültem Deadlap-val, szóval azért az eléggé komoly volt. Nézzétek meg közül itt ezt a kis tanyasi embert, milyen nyugodtan itt éli az életét. Igen, le akarnám lökni. De nem tudom. Nem engedi, basszus. Pedig így le tudnám lökni. Na jó, van mindegy. Könnyedek, hogy ne lökjem le. Oké, maradj. Na. Megyünk találkozni Damiennel. És hát megyünk majd megtámadni egy vállot. Szóval ez a rész elméletileg eléggé komoly lesz. És hát épp hogy most kiértem a városból. Épp hogy úton vagyok. És úgy tűnik, hogy itt erre kéne menni. Elég érdekes, nagyon van oké is. Igen. Ugye egy malomhoz megyünk. Hoppa, áruház. Nem ez kellett volna, itt erre kell jönni. Oké. Hát egy gyors vágta, szarügy, ők úgy tűnik gyalogolnak. Bad catch. Még 120 méter és én ott is vagyok, ahol lennem kell. Igen, itt van. Figyelmeztetés. Fordulóponthoz közeled a történetben. Ezt követően már nem leszek képes befejezni bizonyos mellékküldetéseket. Mesd el a játékot a folytatás előtt. Ajaj. Itt a malom. Hát pupákok, mostantól úgy tűnik, hogy eléggé komoly dolgok fognak történni. Aha, na jó van, most látjátok, hogy egyébként nagyon szép és elegáns öltözéken van. Ez nem fog így maradni, visszateszem a nagymesteri medvepáncélt. Így van, amin jelenleg nincsen kesztyű, de most már van. És a többi cucc az úgy megfelel. Ugye természetesen megvan a legerősebb ezüstkardom, valamint az egyik legerősebb acélfegyverem is. Szóval ezeket érdemes begyűjteni. És igen, én korán jöttem, az őrök még nincsenek itt. Nem tudom, van itt valami... valami érdekesség a közelben? Van itt egy kérdőjel. Jó, tudom, nem erre vagytok kíváncsiak, hogy milyen melléküldik vannak, nézzük a főszálat, így van. Itt lepjenek addig. Meg kell várni az éjfélt. Nem baj, mert addig egyébként ilyenkor legalább a főzetei múlra töltődtek. Na, jöjjön, megint egy kis beszélgetés, olyan rég volt. Na csak, hogy ide értek. A kapitány irányomalom, odabent beszéljük a támadásról. Jó, már gyertek beljebb. Azt hiszem, most én vagyok a házigazda. Na, van terv? Walk me through it. We have two objectives. To find Her Illustrious Highness's sister and capture the man who blackmailed the vampire. Duntine is the one that's called Dex. Megkeszedezünk, úgymond. Milyen egy falak követik rácsukott az igazán. Így van, ezt tudtuk, hogy Roderick felújtotta a helyet. Here, through the main gate. Then secure the area in front of the keep by storm. Persze, főkapunk kell menni. Defend Duntine, you know? Roderick maintains a team of knights for defense. They are no army, nem egy igazi sereg, de néhány tucatnyi lehet. Hát egy olyan 20-30 ember körül lehetnek. Külföldi zsoldosban, de mi van? About them we know very little. Centurion's men, gotta be. Ran into a few in town. Ja, igen. They tried to kill me. Need to hit them from both sides. You draw the defenders, keep them busy. I'll sneak in the back way, find the women, make sure they come to no harm.
I'll vault over the wall as soon as you start your assault. Your plan puts you at great risk, but I sense you will handle it well. Hogy hát én eleve úgy gondoltam, hogy egyedül fogom csinálni. Most akkor itt egy nagy támadás lesz. Meglátjuk. Jó, azért vagyunk egy páron. Nem lesz itt baj. És megyek előre, így van. De ez eléggé menő néztük. Ott a vár, ahogyan láthatjátok. Na, mi lesz most itt? Megpróbálok surranni az elején. De ebben a játékban nem surranni kell, ugye, szóval... Nem tudom, hogy mennyire lesz célra vezető. Valamivel később. Hát olyan hajnali egy körül lehetünk. Pár lámpa még azért ég. Lehet, hogy egy-két érdekes dolgot is csinálnak ott. Quick! We grab Roderick's horses and we bolt. We won't vault far if the boys out front don't hold. Not so fast. Little change of plans. Sziasztok, barátaim! Na ennyit a lopakodásról. Már is mutatom, hogy a harcolok. Figyelj! Igen, kivárok. Cső! Hoppa! Úgy tűnik, hogy ezek sem kiskóták. Hát őt viszont nagyon elkaptam. Na nem már van egy íjász is a bandában. 47-es szintűek, ami azért eléggé komoly. Hű, hát igen, ezt még nem lehet hárítani. Na jó van, próbáljuk meg így. Kábult, cső! Még egy ütés kéne még. Francba. Kell egy Porsche, nem gondoltam volna, hogy ennyire korán használnom kell. Oké. Okay. Több nyilat nem kaphatok már be. Jó. Most van baj. Most nagyon nagy baj van. Jó, megvan az íjász, elkaptam. Most kell a pajzs, figyeljetek. Ez egy nagyon érdekes, nagyon értékes fegyver. Tudtam közben tölteni az életemet. Ú, az pedig ott nagy védés volt. Megint nagy szarban vagyok. Az a gond, hogy ők egyébként egyszerre közel és távolsági harcosok is, mert amint távolra kerülnek, elkezdenek nyilazni. A dárdáspol is gyenge. Próbálom tölteni az életem. Na most a másik... Jújjúj! Jújjúj, mekkorát kaptam, te úristen! És nincsen monám. Hát ez tök jó, közben pedig már nagyon meg vagyok mérgeződve. Bomba. Rószáljuk meg, tűz! Na, nehogy már egy katona van hátra. Na, olyat nem játszunk, Pali. Ojaj. Ne. Huha. Jó! Hú! Elég durva csapás volt így a végén. Hát egy picit könnyebbűen vettem ezeket a katonákat. Na. Elpupákok. Be kell kapnom most pár szendvicset, mert ez jóval durvább harc volt, mint amire én számítottam. Nem is értem miért, és az acélfegyverem úgy tűnik, hogy el is használódott. Ezt meg kell javítanom gyorsan. Mikor ő nem páncéljavító, hanem ő... Ez is páncéljavító, ne csinált. Hol a fegyverjavító készletem? Ne, nincsen. Ja, de itt van, jó.
Na, megjavítottam a fegyút. Innentől nem lesz akkora baj, elméletileg. És nézzünk gyorsan még valami kaját. Ilyenkor a sör az nem jó. Így jók leszünk. Hoppá, bekaptam most a macska füzetet, az ciki. Úgy is van. Igen, alma. Jó, ez nagyon lassan regenerálja az életerőmet. Tehát jobban nem tudok, plusz még nagyon közel vagyok a mérgeződéshez is. Jó, próbáljuk még ki azt, hogy füzetet is cserélek. Így, és akkor menjünk tovább. Most ez a macska füzet arra jó egyébként, hogy úgymond átlátok majd a falon. Tehát látok majd mindenkit a sötétben is. Roderick was right. We can flee. We'll manage. Sziasztok! Hát igen, ami ilyenkor durva, hogy fekete-fehérbe vált a kép. Jó, az nagy kerülés voltam. Mi van, Pali? Cső! Oké, lehet menni tovább. Mindjárt el fog múlni egyébként a füzet hatása. Mi bombáik vannak? Közben én próbálom húzni az időt, meg próbálok kajálni. Ő teleszkopba! Mindjárt észre lesznek a többiek, igen. Jó, megint sötét lett. Basszus, az íjászok a legnagyobb ellenfelénk, de most komolyan. Kicsit csapdába csalom őket, megpróbálom. Ott egy csapda. Menj bele. Úgy. Hát itt most dara van. Ők ott be vannak lassulva mind a csapdában. Ami már nem hat. Van rajta még plusz egy páncél is. Jó, töltsük az életünket. Okés. Na mi lesz most? Ah, megint az íjász köcsög. Oké, az megvan. És megint lőni fognak valószínű. Igen, ő próbálkozott volna. Jó, megvan. Na már csak a páncélos van, ő ellene pedig a tökéletes fegyver, nem más, mint ez. Hopp, ezt benéztem mégsem. Na de hátulról. Így már megy a buli. Paszki. Mit kapott te, úristen? Na jó van, bekaptam még egy szörpöt, meg egy szőlőt. Ő itt nagyon furcsán futó ellenség. Aha. Úgy tűnik, hát nem tudja, hogy kivel áll szemben. Gyere, barátom! Ő, Roderick! Na, Roderick! Ez egy nagy harc lesz. Szivassuk be egy picit Roderickot. Itt egy csapda, Roderick. Amiben te szépen belé sétálsz, így van. Hogy kapod az érzést szemből. Figyelj, lök is! Nem is rossz a Roderick. De jótól azért piszkosul messze van. Elég ebből, így van, csárodjuk. Ha! És egy fejessel lett, vége. Jaj, nem csinált semmi rosszat. Mondd el, hol vannak a hölgyek. Hát igen, nem szabados volna őket beengedni a házba. Az a durva, hogy most egyébként az a... velem vannak katonák, ők harcolgatnak? A vendégém csináltak, nem tud semmit a túszokról. És hol vannak? Erődben készülnek a menekülésre. Ő. Jól van, pupák, kiderült.
A királynőnek a testvére áll az egész mögött. Úgy tűnik. Hol vannak? Csomagol. Ezek szerint jól néz ki. Menjünk a toronyba a legfelső emeletre. Mi lesz vele? Mi legyen itt Rodrikkal? Igen, ez a játék, ez ilyen basszus. Folyamatosan döntéskényszerbe hoz. A Rodrikról egyébként annyit tudunk, hogy övé a birtok, és felújította, és hát szereti a nőket. No, próbáljunk meg inkább segíteni nekünk, hogy még több bőr legyen itt. Hát, hogyha még Rodrik hasznos lesz. Na! Itt talán egy baráttal több. Az mindig jó ebben a játékban egyébként. Mi folyik itt? Na jól van! Én nem fogom most foglalkozni ezekkel a kis katonákkal. Kivéve azokkal, akik az utamba állnak természetesen. Kis banditák. Ó, hát őket azért könnyebb darálni már, mint a páncélosokat volt. Hoppá, bevittek a sebzést. Koel, neki van neve is, hopp. Na mi van, fekete képernyő? Töltünk? Jaj, add meg magad! Mindenkit a szajha rángatok bele ebbe. Júj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 
Te is meg fogod szívni, érdekes kalapos Poli. Most már biztos, hogy van valami átok. Detlef is! Irigis, baszki! És a zene is beindult! Jöttek segíteni a vámpirok! De epic! Úristen! Figyeljetek! Baszki, de kurva jó! Mekkora király, hogyan darál? Gyerekek, még a hideg is kirázott. A legnagyobb ellenségem segít rajta. Fogyasszuk meg őket! Hon nincs monám, mindjárt lesz monám, mindjárt lesz monám. Ezt nézzétek, ez kurva jó fog kinézni. Figyi, 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 figyi! Gyerekek, milyen dura van itt! Hát ez a 11. rész, ez Carpool-tól szerintem mindenkit mindenén. Ugye az előző részben csak Duma volt, hát ebben a részben minden van. Fú. És mi lesz még itt? No. Hát jó jött a segítség. Nyilván a női jött ő meg. Én azt gondoltam, hogy miattam. Bocs. Kicsit naív voltam. Na, menjünk a toronyba. Elméletileg a tesóka pakol. Zsoldosok meg addig fenntartanak minket. Próbálnák, de hát látjátok, hogy ennyi. És itt van a Choicy. Azt már gondoltuk, hogy rövid haja lesz. Ah, Detlef meg elfáradt, vér kéne neki. És nem néz ki rosszul, passzus. Ó, nagyon is nem. Hasonlít a Siri-re, beszarok. Jó, hogy ez a nője! Are you hurt? If any of them. You know me. I'd never let them hurt me. Azt nem mondta, hogy az a csaj átvette az irányítást. Ez a csaj szifalott. Nagyon nézegette az üveget, gondolom azzal szeretné leütni. Most fog rájönni, hogy esélye nincs a menekülésre. Persze, csak feltételezés lehet, hogy tényleg ő a nője. És magánál van. Now we need only find Anna Henrietta's sister. Where should we look? Do you know? Mm-hmm. Ran into Roderick, Duntine's lord.
told me where I'd find Sienna. Sienna pontosan itt van. Let's grab her. Time is short. Pontosan itt van Sienna. She was in a room in the tower. Így van, oda nézitek a kezét. Which incidentally looks nothing like a prison cell. And just so happens there's a carafe full of wine here. Az ellopott szája. What's your point? Ne, mégiscsak ellenségek lesznek ők. Volt csak be. Giving you one chance to tell us everything yourself. Gyerek, egy nagyon menő. Witcher, what is this? Na, úgy tűnik, Detlef mégiscsak meg van vezetve. My friend, please, you must listen to what Geralt has to say. Sienna és Rena egy és ugyanaz a személy. Rena's not her real name. This is Sienna, and Sienna is sister to Anna Henrietta, the Duchess of Toussaint. What? Hasonlítanak is egymásra, amúgy. Sienna was banished as a child, but it seems she trekked back here recently. Moved into Duntime and ran a Vandegild out of here. Sent a man called the Centurion to Beauclair gyerekek to steal some wine for her. Wine reserved for the ducal family. Centurion led us to her. Caught him later stealing a jewel Sienna had gotten from her father as a child. Sorry, Dedlof. She used you, part of her plan. Hát ezért kell vigyázni a nőkkel. Most jó, hogy meg tudsz nekem bocsátani? Nem gondoltam komolyan. Ja, jött volna. Detlef egy picit... If you do not, I will raise Beauclair to the ground. This I promise you. You've 3 days. I shall be waiting. Nagyon menő ez a poli. He just fly off? Csak úgy elrepült, jó. Act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it? Make good on his threat? I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes him. I shall go to him. Come again? After what he just... You don't know Detlef like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city. He's more than capable of it. Na most tényleg, most mi lesz akkor? To you now? Better... Better late than never, right? Jaj, ne, hagyjuk ezt a lelki ismeretes masztalat. Your Grace, we must proceed with caution. Guardsmen saw vampires here. Ha felbukkant a királynő is. Na hát ebből lehet, hogy megint ilyen Duma parti lesz. Your Grace, that... És így van. Fel is bukkant. Sienna, it's true. It's you. Sister, dear, what have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You feel resentment. I understand. But I promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Sienna to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, Your Grace. And you, Witcher. You have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Úgy tűnik, hogy megoldódott a sztori. Roderick of Duntyne shall answer for treason and blackmail. Roderick semmit nem tudott. Roderick got duped and used, just like the vampire. Apropos, were you able to establish who kidnapped his beloved? Ő a szerelme. We've discovered
Sianna blackmailed the vampire, ordered him to kill those men. What? What nonsense is this? She is his missing lover. Staged her own abduction to force him to do her bidding. He was a tool. Whole scheme was Sianna's. She was behind it. You're mistaken. You must be. This cannot be true. Your Grace, I know this vampire and... What? You know him? Who is he? Detlaf. És most derült ki neki, hogy ugyanaz a kiünep az asztalomnál ült. Is there anything else you've neglected to mention? A dragon living beneath the Gorgon? Is anyone else here a vampire? Nem tudom, mit lepődik meg, egy Witcher van vele szemben, meg egy vampír. Where is he now? Waiting for Sianna. If she doesn't show up to meet him by an appointed time, he'll destroy Beauclair. Dares threaten us? Your Grace, we have 3 days to bring him Sianna and... Not a word. You have 3 days to bring me his you head. Detlafnak a fejét akarja. No more helping vampires. I want what I'm paying for. The head of the beast. Ó, a francba. Végre összeállt a sztori. Kiderült, mi a szitu, és ugyanott tartunk, mint a legelején. A szörnyeteget kell elkapni, aki amúgy az előbb segített. Na, a pupákok, remélem, hogy tetszett ez a 11. rész. Hát itt is aztán volt minden. Innen fog jönni majd a folytatás. Rarely forgets, rarely retracts what she says. Most azonnal úgy tűnik, mert nem tudom megállítani. Yes, well, even I must admit Detlaf's actions were highly inappropriate. Reprehensible even. Are you upset? Hogy feldúlt. Let's see. You're returning from your hunt empty-handed. No trophy. No new lead to boast of, then pursue. Hát, igazából... Ja. That's just not a sensation I feel. Engem semmi nem hoz ki a sorgomból a mutációk miatt. Yes, of course. Ja, persze, meg részek se tudom, ugye. You resort to whenever you'd rather not talk about something. Observant of you. So let's change the subject. How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? Depends. Peasants cuss me out. Merchants demand I refund their deposit, whereas nobles mostly just release their hounds. And rumors? Usually threaten you with the gallows. A most illustrious grace awaits the gentleman. Your Grace, the population demands she be punished. Sianna's committed terrible crimes, spilt so much blood. Another word, Palmerin, and I shall spill even more blood. Yours. Szép. Igen, egy szót se tovább. Jó, amúgy a panci az öregnek. The last time. Sianna is responsible for the death of many. True. But she is also my sister. We are bound by blood and by a shared childhood. I shall not allow her to be lynched. Your Grace, I fear the masses might rise. Storm the prison. Pitchforks and torches in hand. Let them storm. They will not find her there. Sianna is hidden away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. Nagyon nem akarja azt, hogy Sianna oda menjen a vámpírhoz. Tehát igazából, hogyha 3 napig nem oldjuk meg a szitut. Where is he? Where is Detlaf? Nem tudjuk, hogy hol van. Egyedül Sianna tudná, ő tudna elmenni hozzá. Is this all you have to say? I respect your grace. Most leordítják a fejünket. The truth. Ah. At times I hunt foxes. Do you know how it works? The Joker hunts foxes. They catch the fox's scent, chase the animal down, and lead the butcher to it. All within an hour. You, Witcher, have had a week. The aid of my most excellent knights. Mi az, hogy semmire nem jutottam? Absolutely nothing down.
I've begun to suspect my beagles might have done a better job. Persze, már rég meghaltak volna. Vágjunk vissza, a vámpirokra és a rókákra is borászni szokás. Vannak apró, de lényeges különbségek. Nemes vámpirok és a rókák között. Hát igen. Truly, like the ones between a pathetic quip and a treasonous offense. Watch your words, Witcher. But to the matter at hand. Have you managed to establish? Mindenki azért nézett, mert visszaszóltam a királynak, de baszki, Witcher vagyok én, nekem nem, nincsen királyom, nincs uralkodom. Mindenki úgy beszélek, hogy akarom. Na, őre rájött a cifra. Vampirok. Vampires. What? Speak now. Vampires. They've attacked the city. Get them to the door defense to square near the boat landing. But so many lives lost. Ne csináld. Damn it. Megtámadták a várost. Paszki! If it's war this Detlef wants, it's war he shall have. Geralt, get to work. This time I have no excuses. Palmer and you... Ez Detlef lesz. Nem. Get her out of here. Ojaj. Kezdődik a buli, pupákok. És innen fogom folytatni a 12. részben. Igen, cliffhanger, de így is több percet kaptatok, mint szoktatok. Szóval, ciao pupákok, remélem, hogy tetszett ez a rész. Hamarosan újra találkozunk. Én Cera voltam, ez pedig a Witcher 3. Sziasztok! Ciao.